Hidas János elmondta, hogy az adónem bevezetésére kényszerhelyzetben került sor, hiszen a korábbi szocialista kormányzási időszak szélsőséges és veszélyes gazdaságpolitikája az önkormányzatokat is nehéz helyzetbe sodorta. Nagyon sok önkormányzat lehetetlen anyagi költségvetési helyzetbe került. Tatabányát sem kímélte a sors, a szocialista kormányzás, úgyhogy kényszerintézkedésre került sor. Dönteni kellett, hogy vagy abban maradnak a fejlesztések, az évről évre megvalósuló fejlesztések a városban, ezzel a városban élő emberek szenvedtek volna kárt és hátrányt, vagy pedig valamilyen módon tehermegosztást kell találni. Ezért született az a döntés, hogy ellensúlyozva a szocialisták rossz gazdaságpolitikáját, a fejlesztések a városban mégis folytatódhassanak, ezért ennek a kieső hiánynak a pótlására történt a kommunális adónak a bevezetése. Ez a fejlesztések forrását volt hivatva biztosítani. Magyarné Kocsis Andrea ismertette, hogy a két éve bevezetett kommunális adó ezen idő alatt 110 millió forintot jelentett, amelynek minden egyes forintjához az önkormányzat is hozzátette a maga egy forintját. Ennek eredményeként épülhettek, újulhattak meg a lakókörzetekben az utak, a járták és a játszóterek. A kisebb lakásokra éves szinten 5000 forint volt a kommunális adó, a családi házaknál 10000 forint. Közelmúltban elég sok pozitív gazdasági hír jelent meg Tatabányával kapcsolatban, és mindez együttesen arra indította a tatabányai Fidesz tagságot, hogy kezdeményezze azt, hogy ez a kommunális adó szűnjön meg, hiszen valóban okafogyottá vált. Ugye részben a kormány egyszeri segítsége, ez kb. 600 millió forint volt az elmúlt év során, részben az adósságátvállalás, ami az előző ciklusokban felvett felelőtlen mértékű hitelnek köszönhető, ez 5,5 milliárd forint, illetve részben annak is köszönhető, hogy a helyi cégek nagyon jól teljesítenek, így a helyi iparüzési adó is jelentős mértékben nőtt, ez pedig a tatabányai emberek sikere is, hiszen az ő munkájuk eredménye az, hogy nőttek az adóbevételek. Magyarné Kocsis Andrea rámutatott, a rezsicsökkentések után a kommunális adó megszüntetése azt jelzi, hogy jó irányba halad az ország, a kormány és az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy könnyebb legyen a tatabányai emberek élete.